Sziasztok, Jelena Milovanovics vagyok, Szerbiából jövök, és ez az 5. szezon itt Sopronba, és remélem, hogy hát aki nem tudja, ki vagyok, akkor már gyertek meccsre, és már meg fogtok látni. Kragujevacban ott születtem, és kezdtem, amikor 6 éves voltam, és anyuka így mondta, hogy valamikor kell foglalkoznom azért, hogy nem voltam olyan rendes gyerek. És mondta, hogy jó, ő kosárlabdázott előtte, amielőtt én születtem, és utána én beszélt barátaikkal, hogy mit csinálják, és úgy kezdtem csak így futni kosárlabda pályán, és azóta csak a kosárlabdával foglalkoztam. 2007-én jöttem ide, és olyan nehéz volt így Szerbiából jönni ide, és nem beszéltem egy nyelvet se, és úgy kezdtem angolul, és utána magyarul megtanultam valahogy, és hát 2007 az tök jó volt, és utána 2009, amikor legfiatalabb voltunk az Euroligában, és úgy Székely Norbert volt az edző, meg mindenki a csapatban olyan rendes, meg aranyos volt. Nekem azért, hogy én a légiósok itt voltam, és hát nem tudok megmagyarázni az érzés, ami ott ilyen csapattal ott a Final Four-ba lenni. Én Spartak Moszkvából is ott voltam a Final Four-ban, meg a Kurszkal is, de az nem az ugyanaz az érzés, amikor így ilyen csapattal, meg ilyen, mint egy család vagyunk itt, és tök jó az érzés, hogy ott lenni. Egy 2 éves moszkvai kitérő jött, amit már ugye említettél is a Spartaknál, aztán a következő évben pedig megint visszajöttél Sopronba a 2012-13-as szezonra, ahol ugye ismét nagyot alkottatok, mert egész Magyarországon senki nem tudott legyőzni titeket, veretlenül nyertetek bajnokságot és kupát is. A Győr elleni döntő utolsó meccsének utolsó másodpercében te adtál egy alley-oop paszt a fegyverneki Zsófinak, aki ezt ugye értékesítette is, és ezzel lett vége a bajnokságnak. Hogy emlékszel vissza arra a szezonra, azokra a meccsekre? Ez a szezon, ez szerintem nekünk itt a legjobb, a Magyarországon az a legjobb volt. Senki, ez is mondtad, hogy senki nem tud minket megverni, és ez tök jó érzés volt. És ugyanaz Székely Norbert volt az edző, meg a mindenki itt volt, mindent csináltunk, ami kellett, és azért ilyen könnyű. Mondjuk könnyű lett a végén a szezon, és de ez, ami mondtad, egész pályás alley-oop a Zsófinak, az csak az ilyen, hogy legyen vége, és ilyen jó vége legyen mindenkinek, és hogy itt volt Sopronban. Ilyen, nekem szerintem az életem az legkönnyebb volt a döntő, és de jó érzéstek, hogy Győr ellen játszottunk, és hogy az mindenki itt volt, nézd, meg nem tudom, de érzés, ami a Final Four, az nem tudok megmagyarázni azért, hogy én itt úgy érzem magam, mint otthon vagyok, és ezért mindig vissza akartam jönni, és Spartak után ott megsérültem az második szezon végén, és úgy gondolom, hogy mit csinálják most, hogy jól, hát kell mennem a helyre, ahol jól érzem magam, és itt legjobb érzem magam, és azért visszajöttem most is, és remélem, hogy ez a szezon is ilyen jó lesz. Úgy azért játszok a kosárlabdát, hogy nem kell dolgoznom, azért a Sopronból oda mentem 2 év, hogy keresek kicsit több pénzre, hogy ebben a pillanatban az Oroszországban legtöbb volt, és mondjuk tök jó volt, nehéz, de ha mindenkinek mondom, ha Oroszországban valaki játszik, akkor az csak a munka, az semmi más. Az teljesen az élet, az véges, csak munka. És hát jó volt. Első szezon voltunk a Eurokupa döntőbe, kikaptunk sajnos, utána a Final Four-ba voltunk, amikor Euroligát játszunk, tök jó csapat volt, és sok WNBA csapatársaim voltak, és ez volt a első szezon után kimentem Amerikába, és sajnos az első meccsen megsérültem, és végig ilyen voltam, hogy tudok játszani, nem tudok játszani, de amúgy jó. WNBA nekem az egy szezon, az tök jó. Kimentem Törökországba, és soha többet oda nem fogok menni, sajnos, de nekem nem jól esett. Azért, hogy nehéz volt az első 3 hónap, ordu
sportban voltam, utána a Besiktas már jobb volt, azért, hogy mondjuk Isztambul, meg jó a város, meg jó a csapat is volt, sajnos nem mentünk a play-offba, de másik oldalról az hamarabb végzett a szezon, ma áprilisben otthon voltam, szóval ez mondjuk tök jó volt. És utána a Salamanca, jó, Spanyolország az tök jó, meg mindent, de itt az teljesen más. És hát ugye a válogatottban is nagyot alkottatok az utóbbi években, mert itt Budapesten aranyérmesek lettetek az Európa-bajnokságon, a Rio-i olimpiáról meg egy bronzérmet hoztatok el. Mesélj egy kicsit a válogatottról még. Okay, kezdek a Budapest. Budapest az először, az senki nem tudta, hogy ilyen dolgot fogunk csinálni, és oda mentünk, először Szombathelyen voltunk, és egyet kikaptunk, de nem játszottunk annyira jól, ami mondjuk Edzi mondta, hogy nem játszottunk, ahogy kellett, és utána Győrbe voltunk, és három meccset, majdnem minden három kaptunk ki, de egyszer egyet megvertünk, és utána úgy jött, hogy Törökország utána, nem tudom ki, Belarus volt, és utána döntőbe a francia, és tudtunk nyerni, és ez nekem, meg a válogatottnak, és nagy dolog, egész Szerbiának nagy dolog volt, és azért, hogy direktbe mentünk a Rio-ba, nem kellett ilyen kvalifikációt játszani, vagy valami. Szóval ezután, amikor Törökország voltam, kicsit nehezebb, de ez jó lett, hogy hamarabb végzett a szezon, hogy tudtam edzeni, és így mindent megcsinálni az olimpia előtt, és az olimpián az nem tudok, az az érzés, az akarok, hogy mindenki ezt hogy tudna érezni, az valami, mindenki ott benn van, ilyen kisváros, vagy minden zárva van, de így mindenki van benne, sok nem tudom, mondjuk Novak Djokovic velünk volt, utána a Usain Bolt ott is volt, eszünk együtt, ott is volt, mindenki ott volt, és ez tök jó érzés, és végén tudtunk nyerni egy harmadik helyet, az Szerbiának, vagy nekem, az nem tudom megmagyarázni tényleg, hogy éreztem magam, amikor ez történt, de utána sokkal nehezebb nekem volt, hogy Salamancába kell mennem, valami újra kell kezdenem, hogy olyan érzés, amikor otthon visszajöttünk a Rio-ból, az minden volt nálom, és 300 ember volt, és ez tök jó volt. És ezután menni Salamancába, az nagyon nehéz volt, de végül is a szezon elején kezdtem jól, utána nem olyan jó volt, és de végén, amikor már akartam hazamenni, az már beszéltem magammal, mondom, Jaca, most kéne játszanod, és döntőbe ilyen, hát mondjuk nem volt, otthon játszottunk, ott könnyű volt, de kikaptunk kint a Gironába, de jó volt, lettem az MVP, és úgy jó, ha így végzek egy szezon egy klubban. És most pedig itt vagy újra Sopronban, és hát ugye a történelemkönyvekben, ha belenézünk, akkor azt látjuk, hogy Jeca Sopronban van, akkor a Soproni csapat valami nagyot csinál. Ez számíthatunk valami ilyesmire idén is? Hát remélem, hogy jó szezon lesz. Ez a célunk, hogy a bajnokságban, a magyar bajnokságban nyerünk mindent, kupát, meg a bajnokságot is, de amiért ezt csinálom, hogy Roberto jön, és mindenkiől így jött, és úgy csináltunk egy jó csapat. Remélem, hogy Euroliga is jó lesz, és tovább fogunk menni, és nem, hát én remélem, hogy ez jó lenne, hogy Final Four-ba leszünk, de szerintem az kicsit korán erről beszélni, szóval meg fogunk látni, amikor kezdődik a szezon is, hogy fogunk mi játszani, és fognak a többiek.